Utolsó felkészülési meccsét játszott a csapatunk az augusztus 1-i Siófok elleni nyitány előtt. Ellenfelünk a Vasas volt. Az angyalföldiek kerete annyira bő, hogy két meccset is lekötöttek mára. Velünk délelőtt, a Péccsel vasárnap este játszanak. Az 5. percben Terbe ment el a szélen, szöktette a beinduló Rétyit, aki az 5,5-es sarkáról lőtt, de Abu bravúrral védett. Lőrinci helyzete volt az első, soroksári lehetőség, egy kifejelt labdát vett le, majd tűzött kapura, ami pár méterrel kapu mellé szállt. Utána magyari tekerése következett, támadónk már pontosabb volt, de ő se talált kaput. 20. perc, Rétyi ugrott ki a térfelünk közepén, a labdáért folytatott versenyfutást megnyerte Abuval szemben, átemelte felette, ám a kaputól 10 méterre utolérte Nagy Olivér és szerelte a támadót. 34. perc, Hidi indította a védelemből kilépő Rétyit, ám mielőtt lőhetett volna, Nagy Olivér ismét szerelni tudta. Egy perccel később gyönyörűen járt a labda, lábról lábra, végül Abu ütötte el Szatmárit, amiért büntetőt ítélt a játékvezető. A 11-es pedig Pekár László értékesítette. A 41. perc, Gengenicki próbálta szerelni Rétyit, de úgy tűnt szabálytalan volt belső védőnk, amiért újabb 11-es kapott a Vasas. Ezúttal pedig bírtalan vállalta el, és nagyon magabiztosan lőtte ki a jobb oldalát a kapunknak. Egy cserénk volt a szünetben, Lőrincit Hajdú Roland váltotta, aki rögtön labdát is szerzett, de nem tudta a védőn átverekedni magát. Majd egy 11-es gyanús eset, Lovrencsics volt agilis, és megzavarta a kapust, aki úgy tűnt támadónk lábát is elérte, de nem járt érte büntető. Ezután Nagy Olivér vállalkozott szólóra, jobb hátvédünk átvitte a középpályán a labdát, kitette Pászkának, majd a túloldalon Korozmán előzte meg a védőjét és kapura tette a labdát, de Uram János védett. 67. perc, bejöttek a cseréink és lendületet vittek a meccsbe, Szerető ment el a szélen, becselezte magát a 16-osba, majd Hajdúhoz passzolt, támadónk pedig okos volt és visszaúszta a rövidbe a labdát. Négy perccel később újabb gyanús eset, mint a Hudák lábába rúgtak volna belelövés előtt, de nem szólt a síp. 83. perc, ezt tessék nézni, Kovács Allen kevergetett, majd gyönyörűen találta meg azt a pici sávot, ahol elfért a labda, Ladányi pedig jól indult be és elpasszolta a labdát a hosszúba. A 85. perc, Rétyi volt a legveszélyesebb angyalföldi a meccsen, és a 86. percben majdnem megszerezte újra a vezetés csapatának, de Abu nagy bravúrral védte a lövést. A hosszabbításban még egy szabadrugás volt a hazaiaknak, ami nem talált kaput, maradt a 2-2. Folytatás a Balaton partján már bajnoki pontokért augusztus 1-én, reméljük sok szurkoló látogat majd el a meccsre. Az első fél idő az nem tetszett, ugyebár 2-11-es gólt kaptunk. A második fél idő, amit te is mondtál, hogy azért voltak lehetőségek, és jól jöttek, jól szálltak be a fiatalok. De igazából mindig ezt kérem, nem csak a fiatalokat, hanem az idősebb játékosokat is, hogy aki beszáll 5-10, 15-20, 25 vagy fél órára, annak teljesíteni kell. Nyilván ezt most megkaptam. Hát igen, el kell döntenünk majd jövő héten, hogy ki fog, melyik 11 fog kezdeni. De nyilván nagyon sok mérkőzés van, tehát 38 mérkőzés, az plusz a kupa mérkőzések. És ahogy elmondtam, mindenkire szükség van. Mindenki, azt gondolom, hogy egy csapatban gondolkodunk, és itt a legfontosabb az, hogy mindenki hozza ki a 100%-ot. Mindenkinek meg lesz a lehetősége a pályán megmutatni, hogy milyen futbolista, és hát játszon a Jobbik, és hogyha 3 vagy 4 fiatal fog játszani, akkor 4 fiatal fog játszani.